Sziasztok, Nikolett vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornámon. Ebben a videóban a rajzeszközeimet fogom bemutatni nektek, a lehető összeset, mivel ezt kértétek már nagyon sokan, és nagyon régóta tőlem, hogy mutassam meg az összes rajzeszközeim, mivel nagyon kíváncsiak vagytok. Úgyhogy eljött ez a nap, és ebben a videóban az összes rajzeszközömet be fogom mutatni nektek. Egyébként már hasonló videók készültek, amikor is bemutattam a kedvenc rajzeszközeimet, illetve volt olyan videó, amikor az íróasztalom, vagy hát a rajzsarkomat mutattam meg, és a rendszerezését, hogyan tárolom a rajzeszközeimet, akkor azért láthatóak voltak, hogy miket is használok, milyen ceruzáim, milyen fülsztoljaim vannak, és a többi, de most tényleg mindent meg fogok mutatni, még azokat is, amiket kevésbé használok, úgyhogy ha van kedvetek, tartsatok velem! Szóval most random módon fogom megmutatni a rajzeszközeimet, egyébként csak külön a márkákat, minden egyes szint nem fogok külön-külön megmutatni, mert hát akkor több órás lenne ez a videó is. Szóval az elektromos hegyezőmmel kezdem, mostanában az nagyon nagy kedvencem, nagyon jó bevás nekem. Az első ceruzát, amit megmutatok, az a Faber-Castell Polychromos, nagyon sok színben van most már nekem, szinte az egyik legsűrűbben használt ceruzám. Másik ilyen ceruza az Aluminance, nagyon szeretem használni, főleg az arcok színezéséhez, nagyon jó minőségű ceruza, azért kell egy kicsit érteni a színekhez, hogy tud használni. A másik a Prismacolor, nem olyan sok színen van belőle, de nem is olyan sűrűn használom, de egyébként nem egy rossz ceruza, sőt a profi ceruzákhoz tartozik, és nagyon sokan szeretik. Mint láthatod, kettőfajta változata van, és hát annyira használom, hogy konkrétan még odaig elsütöttem, hogy kihegyezzem. A Derwent Inktense pedig nagyon ritkán használt ceruza, ugyanez igaz a Derwent Colorsoftra. Ezeket még a páromtól kaptam, aki szintén régebben vette magának, hogy rajzolhasson, de aztán nekem adta, ő már nem is igazán rajzol, de én nem sűrűn használom. Ez pedig a vázlatos ceruzám, a Rotring ceruzám, amit sűrűn láthattok videóim során, ugyanaz vonatkozik a Milan ceruza radíromra, nagyon szeretem egyébként, nagyon jó vele radírozni, és tölthető, után tölthető a radírbél, úgyhogy nagyon kis praktikus radírról van szó. A következő ugyanilyen Rotring ceruzám, nagyon kevésbé használom, pedig olyan aranyos és nagyon tetszik, de kicsit csúszós a felülete, amiatt ritkábban használom, ez itt pedig a Faber-Castellnek a ceruza hegye, amit nagyon szeretek még a vázlathoz használni. Illetve az elektromos radírom, nagyon aranyos pasztel zöld színe van, lassan már hegyet kell benne cserélni, de ez is nagyon kis praktikus rajzeszköz. A másik egy nagyon alap és nagyon első ceruzáim között van a Faber-Castelltől, illetve a Staedtler ceruzám is, idejét nem tudom, hogy mikor használtam ezeket utoljára. Következő a kedvenc fülsztollám a Copic Ciao, már hogyha jól ejtem ki. Copicnak egyébként van másik fajtája, a Sketch változata 1000 forinttal drágább, én ezt az olcsóbbat használom úgymond, nem tudom, hogy mi a különbség a kettő között, mivel azt még sose próbáltam, de nekem ez nagyon bevált, nem is akarom lecserélni, nagyon szeretem. Illetve a másik kedvenc pedig a Winsor & Newtonnak a színei, nagyon jó árban van, és nagyon jó minőségű fülsztoll. Olcsóbb, mint a Copic, viszont már ennek is emelték sajnos az árát. Hát a következő két csalódásom, az összes Touch nevű fülsztoll, ameddig nagy csalódás volt, volt a Touch New és a Touch 5, amiket kipróbáltam. Ezek a tipikus, semmit nem érő fülsztollak, arra jó, hogy egy hátteret kiszínez vele, de túlfolyik, kifolyik, nem lehet vele árnyalni. Tipikusan az a fülsztoll, amikor kinyitod a kupakját, akkor megcsap az a nagyon alkoholos szag. Innen lehet tudni, hogy a tinta adagolása nem lesz jó, nem egyenletesen fogja adni a szintet a tintát, hanem túlfolyik, úgyhogy innen tényleg lehet tudni, hogy ez nem egy jó minőségű fülsztoll. Senkinek nem ajánlom az ilyen nevű fülsztollakat, csak ha tényleg hátteret vagy egyszerűbb rajzokat készítesz. A másik nagy kedvencem a Uniposca dekor markerek, jó pár színben van nekem, nagyon szeretem, ugyanígy a Faber-Castellnek ezt a metálos fülsztollját is. Illetve vannak a tűhegyű kihúzók, multilinerek, Faber-Castelltől ezeket fogom majd külön bemutatni, a Copicnak is van egyébként, ezt is nagyon szeretem, ezeket igazából mind nagyon szeretem, nagyon jó minőségűek úgy gondolom, filcekhez, filcek után nagyon jó még kicsit újra rajzolni, vagy vázlatot megerősíteni velük.
Micronnak is nagyon jó a minősége, tényleg ezeket csak ajánlani tudom, hogyha a filc tollakban gondolkodtok. Illetve a Stabilo filceit is nagyon szeretem, nem olyan sok színem van belőle, de azokat mindig használom. Illetve van egy-két akril festékem, nagyon ritkán festek, azt hiszem egy festős videóm azért van a csatornámon, de annyira nem fogok belemélyülni a témába. Illetve van pár fehér zselés tollam, amik egyáltalán nem váltak be, nem igazán tudták azt a hatást nyújtani, amit szerettem volna, úgyhogy helyette a Uniposca dekormarkereket használom, azok sokkal élénkebbek. Majd van egy-két, még a régi múltamból, mikor még csak grafittal rajzoltam pár ilyen ceruzám, illetve nem tudom honnan, de szerintem régi ajándékok között Lidl-is ilyen színes ceruzák, illetve még egy Stabilo hegyező, ebben már kéne hegyet cserélni, mert nagyon kiment belőle az éle. Egy újabb hegyezőt belerakni, már hogyha lehet, de kidobni nem igazán van szívem. Egyébként még van pár lakfilcem is más márkától. Egyébként ezek is beváltak, hasznosak voltak. Ó, és még kimaradt még egy multiliner a Copic-tól. Nagyon szeretem, ez egyébként nagyon drága, de azért szeretem, mert csak úgymond a vázat kell megvenni, amikor majd kifogy belőle a tinta, az folyamat lehet újat vele belevenni, tudod cserélni, és onnantól kezdve csak egyszer kell megvenni úgymond a vázat, és utána már csak a hegyeket kell, vagy hát a tintát belevenni. Illetve van még pasztelem is, de hát nem igazán használtam. Ezt is csak ajándékba kaptam, de nem az én stílusom. Sose lehet tudni, lehet egyszer még megszeretem, megkedvelem. Régen a színes rajzolással is pont így voltam. Videónk végére is értünk, a holnapi videóban ismét találkozunk. Szép napot kívánok nektek! Sziasztok! Yes, it's a time.